A sokacbab különlegessége az elkészítés módjában áll. Régen a mezőgazdasági munkák kezdetekor előkészítették az edényt, melyet a tűz mellé állítottak, majd a délelőtt folyamán mindig hozzáadtak valamit. Mivel nem kellett odafigyelni rá, a déli órákra magától elkészült az ízletes ebéd. A mohácsi sokacok olvasókörének tagjai idén is augusztus első hétvégéjén rendezték meg a mohácsi népi és nemzetiségi hagyományokat felelevenítő babfőző fesztivált, horvát kulturális és gasztronómiai találkozót. Jövőre jubilálna 30 éve, hogy először egy baráti társaság kitalálta, hogy a padláson talált agyagedényekbe főzzenek régi módon sokacbabot. Hárman voltak az ötletgazdák, három család jött először össze az udvaron, aztán kinőtte magát a 30 év alatt, vagy 29 év alatt ekkorára. Az ősök ugye agyagedénybe főztek, földműveléssel foglalkoztak a régi időbe, kijártak a földekre, hosszú kukoricasorok, nem nagyon volt idő a főzésre, az agyagedényt oda tették a tűz mellé, beletettek mindent, szegényes világ volt, babot, bőrkét, ami éppen volt, aztán amikor visszatértek, megírattak egy kicsit a tűzre, egy kicsit fűszerezték, aztán egy 4-5 óra alatt megfőtt. A sokacbab egy finom bableves, újabban babgulyás, melynek az az igazi különlegessége, ahogyan készül. Szükség van hozzá egy megfelelő belső ívvel rendelkező cserépedényre, mely jól bírja a magas hőmérsékletet. Jól tudják ezt, akik évek óta részt vesznek a mohácsi babfőző fesztiválon. Pár éve, azt nem tudom pontosan megmondani, hány éve, régóta részt veszünk. A taktikánk az teljesen titkos, összeteszünk bele mindent az edénybe, oda tesszük a tűzre, és megvárjuk, hogy megfő. Ez a taktika. Minimum 3 óra kell hozzá, mondjuk edény válogatja, nagy edénybe az 4 órát kell számolni biztos, mert az több anyag van benne. Mire az elkezd forni, meg melegedni, az már plusz. Különleges, ettől különleges, hogy edényben van főzve. Elvileg ugye nem kéne odafigyelni rá, de azért már mindenki beletesz elég sok alapanyagot. Ettől még különlegesebb lesz, a különlegessége attól lenne, hogy az ember nyugodtan itt hagyhatná, az főne magától, csak a tűzre kellene rakni, úgyhogy ennyi a különlegessége. Szerintem a harmadikon voltam itt először, és azóta rendszeresen. Megveszük az alapanyagot, mindent, betesszük az edénybe, idehozzuk, iszunk egy pálinkát, lehet, hogy iszunk még egyet, és utána a tüzet gyújtunk, és szép lassan elkezd fölni, forni az anyag. Én marha úst teszek vele, sertésmarok, sertésláb, csülök, füstölt dolgok, zöldség, répa, zeller és fűszerek. Én 7 országban jártam már főzni. Szeretek, imádok főzni. Az az igazság, hogy törzsgyökeres mohácsi vagyok, még édesapám is ugye bármi Kalkán vagyok, tehát sok az családból, és ebben nőttem föl. És az a nagy szerencsém, hogy egy olyan jó baráti társaságom van, hogy tulajdonképpen évről évre. Most is van egy pécsi barátom, aki kint ér Hollandiába, és ez miatt hazajön. Tehát nálunk ez egy elég fontos dátum, ez a úgynevezett babfőző. Azt kell tudni, hogy a régi sokacbab, ugyebár az az 50-es, 60-es években akkor szegénység volt. Akkor mondták is, hogy bőrkékből vannak, babból, stb. Most már a jó létből fakadóan azért sokkal gazdagabb. Tehát, de az igazi sokacbab, én azt mondom, hogy az a nagy különbség, hogy bableves, ebből fakadóan hígabb. Tehát nem liszttel habarják be, és ebből fakadóan ugye mi szoktuk beletenni banyababot, tarkababot, a zöldségeket inkább ilyen nagyobbakra vágjuk. Tehát ez olyan család, és itt régen ugye ebben javarészt az igazi ízeket a füstölt adta. Fesztivál. Az elején úgy indult, hogy az első 4 évben bíráltuk, kóstoltuk, de utána annyian lettünk, hogy egyszerűen nem lehetett megítélni a minőséget már, mert valaki belekóstolt egy erősbe, akkor a következőt azt már nem is érezte, és akkor inkább azt mondtuk, hogy legyen fesztivál. Az első időkben számoltuk az edényeket, ugye azt kell tudni, hogy amikor megtalálták azokat a régi edényeket, azok picik voltak, kicsi családok voltak, 4-5 főre főztek otthon, 1 literes, 2 literes, 5 literes edény volt, akkor a legtöbb, amit össze tudtunk számolni, az 273 edény volt itt a babfőzőn, amikor főtt. Most már az új agyagedények, amiket a mostani fazekasok készítenek, már 8-10 literesek, 12 literesek, a liter az
megvan, csak kevesebb edénybe föl. Ha pedig az ízek, illatok és a hangulat hatására valakinek kedve támadt sokat babot készíteni, a rendezvényen még megfelelő agyagedényt is tudott vásárolni. Kimondottan sokat bab főzésre, és ugye nem mindegy, milyen agyagból van készítve, ez samatos hőálló agyagból van, a sima agyagból nem igazán alkalmas a főzőedények készítése, azok inkább dísztárgy, evőtányér, ilyesmik, és ez szabad tűz mellett tökéletesen működik. Az edény ilyen volt, a forma ilyen volt, de az agyag nem ilyen volt. Ugye nem volt régen samatos hőálló agyag, viszont akkor a főképpen a felvidékről hoztak magas kaolin tartalmú, sárgásra égő hőálló agyagot, és abból készítették régiek a babfűzedék, nagyon vékonyra lehetett korongozni, papírvékonyra kiesztergálták, és hívták vászonfazéknak, ilyen nagyon könnyen lehetett vele szabad tűz mellett tüzelni. Átlagban, amiben már érdemes főzni, az olyan inkább olyan 4-től fölfelé, mondjuk 20-30 literig, de hát túl nagyok azok már nem igazán jók. Átlagban a legjobb méret az az 5-ös, 7-es, 9-10, néha szoktak 12-es, 13-as, de az már ilyen nagy csapatnak van. A rendezvény a busójáráshoz hasonlóan Mohács életének szerves részévé vált az évek alatt.